Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Ábrahámnak miután befejezte az imádkozást, nem várt próbatétel következett az életében. A héber Niszák szó az első versben mutatja, hogy Isten nem kívánta a pogány szokás szerinti gyermek áldozatot, csak próbára tette Ábrahám hitét és engedelmességét. Más Isten próbatétele és más a világ kísértése. Utóbbira ezt mondja Jakab apostol. Senki sem mondja, hogy az Istentől kísértetik, amikor a tulajdon kívánsága vonja és édesgeti. Úgy látszik, Ábrahám már tanult annyit a hitiskolájában, hogy nem latolgatta a következményeket, hanem azonnal engedelmeskedett. Az áldozás helyére csak ketten mentek fel. Izsák úgy vitte az áldozat bemutatásához szükséges fát, mint több évszázaddal később Jézus a keresztfát. Vajon én a hitiskolájának hányadik osztályába járok? Lehet, hogy évek óta ismétlem az első osztályt.